Te mondd, és amikor egy fiatal színész takarítónőt alakít, és lerepül róla a papucs, és fejbe rúgja a nézőt, Úristen. Akkor mit csinál? Mert hogy veled ez is megtörtént. Úristen, ez Szegeden volt. Van úgy, hogy most már néha az írás jobban esik, tehát több boldogságot, vagy örömet, vagy kielégülést okoz, mint a színészet. Ezt talán még nem is mondtam a Lukinak, egy következő szerep az életemben, mert hogy születni fog egy gyermekem. Bizony, igen. Fél időben vagyunk. Tudod már, hogy fiúcska vagy? Egy fiú lesz. Nekem épp elég volt anyám és apám elvesztése. Azért nem is házasodott meg. Mert félt attól, hogy azt, akit szeret, akire az életét rábízza, azt elveszti. Tehát meg akarta előzni ezt a traumát. Én unnám a tanítást. Amikor a negyedik málészájúnak mondod, azt mégse tudja megcsinálni, az ötödiknél már elunnám. Jó estét kívánok, házi színpadon elkezdjük a játszótársakat. Kérném szépen Lukács Sándort, Horváth Szabolcsot, Kadarka Jendrét. Kamera forog, tessék! Jó estét kívánok, csókolom, köszönjük, hogy eljöttek. Ez itt a Játszótársak, a Víg Színház és a YouTube csatornám közös produkciója. Mindig itt a Víg Színház házi színpadán találkozunk, hogy a Víg Színház egy sokra jutott, beérkezett színészét leültessük, egy asztalhoz ültessük a Víg Színház egy ifjú, szép reményű csillagával, hogy beszélgessünk színházról, színházcsinálásról, Víg Színházról, sikerekről, kudarcokról. Első vendégem 1972-ben szerződött a Víg Színházhoz. Az egyik ikonja, legendája ennek a társulatnak. 1985 óta pedig már költőként is jelen van a magyar kultúrában. Jelenleg olyan előadásokban játszik, mint a Parti, az Egyszerelem három éjszakája, a Diktátor, vagy a Játék a kastélyban. Lukács Sándor. Csücs. Párosunk másik tagja Kaposvárot született, és a Kaposvári Egyetemen szerezte meg színész diplomáját. Ezt követően az egyik legjelesebb alternatív társulathoz, a K2-höz került, majd 2019-ben a Víg Színházhoz szerződött. Jelenleg játszik az Egyszerelem három éjszakájában, a Csát és démonaiban, az Apában és a Padlásban. Horváth Szabolcs. Ugye mindig megpróbáljuk úgy összehozni a párosokat, hogy nagy egyetértést feltételezünk, de tudomásom szerint köztetek azért egy nagy ellentét feszül már, ami a foci csapatokat illeti. Hát igen. Nem tudom, hogy a kedves nézőknek mond-e valamit ez a két név, hogy Barcelona és Real Madrid. Ugye itt van a Real Madrid, itt pedig a Barcelona. Csak hogy tisztázzuk. Igen, és itt van egy láthatatlan fal köztünk, de mindig áttörjük. Úgyhogy. Zrikáljátok egymást ezzel kapcsolatban? Hát van, inkább én a Lukit. Igen. Közben elmondjuk a kedves nézőknek, hogy engem a barátok meg kollégák általában Lukinak szoktak jó, hívni. Bocsánat, nem tisztelős. De ne, azért ez, mondom, hogy jó. Majd, hogy hát, hogy ha Lukiról van szó, az én vagyok az. Úgyhogy, ne, szóval az zrikálás az, azt hiszem nem megy vérre a dolog de, köztünk. De, hogy is, hát én felém egy nagy tisztelet és szeretet van a Sándor felé, Luki felé, de hát nyilván, hogyha úgy hozza az élet, hogy éppen jól játszunk, nagyon ritka ez most már. Szóval, hogyha adódik egy poén, a másik száma, azt lecsapjuk. Így van. Küldök egymásnak, nem tudom, én SMS-t, és a másik csapata kap egy gólt. Azt nem. Eddig azt még eddig nem küldtünk. Még nem, de, hát... de milyen jó ötlet. De köszönöm szépen. Lehet, hogy már ma este fogok kapni hát egyet, ha igen. Nyertek. Ugye ma meccs van 21 órától Atlético Madriddal. Ha nyertek, 3 ponttal megugrotok. Igen, de vezetjük a tabellát. Igen. Jó, de, ami... de te az a típus vagy például, aki... Nem azt mondom, hogy egyéb elfoglaltságokat tudsz a meccsekhez kötni, de egy kitüntetett időszak az életednek, amikor játszik a Real? Igen, mindenképpen kitüntetett, amit nagyon csúnyán el tud rontani a színház. Amikor pont arra van egy előadásom, amikor a Real Madrid játszik. Akkor mi történik? Hát, akkor mindig
hármat számolok, és aztán mégsem leszek öngyilkos. De hát ebben jövök az előadásra természetesen, és előadás alatt viszont nem foglalkozom a dologgal. Tudunk mikor tartani, én tudok olyan színésznőről, aki BL negyed döntőt úgy nézett színpadon, hogy ki volt téve a színpad mellett egy tévé, és néha kikacsintott, színésznő. Hogy menj. Színésznőről beszélünk. Azt a minden. Még ez... Hát büszke vagyok rá. Én is. Le a kalappal. Most ilyet ti még nem csináltatok? Nem. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom a Szabi nevébe is, hogy ilyet nem is fogunk soha csinálni, mert hát ki vegye komolyan ezt a pofavágós szakmát, ha nem mi? Hát ha mi se vesszük komolyan, akkor jó néznénk ki, nem? Hát szerintem azért komolyan kell venni, nagyon egyetértek, sőt én magam is így vélekedek erről, de szóval ezt azért túlzásnak tartom. Mert az, hogy mondjuk, ha nem vagyok fent, akkor megnézem, hogy mennyi az állás, az teljesen rendben van. De játék közben ott van egy képernyő. Még ha nő is az illető, akkor is túlzásnak. Viszont én tudok egy olyan esetről, hogy amikor neked megszületett a fiad, igen, akkor például Rutkai téged elvitt a szünetben, és azért elég hosszúra nyúlt a szünet, ennek köszönhetően. Tehát a kezdésre visszajöttünk, ez így igaz, az Éva olyan Orpheus alászál című darabot játszottuk Tennessee Williams, és Éva volt a Lady, én voltam a kígyóbörgye kis gitáros srác, filmen a Brando játszotta, délután is ez ment, és este is ez ment, és a két előadás között, a krép szünet, kávéztunk, nem tudom mi, cseng a telefon a színésztársalgóba, kis öltöztető lány fölveszi, szóval Luki, gyere ide, mi van? Hát én már sejtettem, mert előtte van hónap vittem be a feleségemet a kórházba, nyilván az volt, amire gondoltam, hogy megszületett a fiam. És akkor hát mindenki jött, ugye gratulált, minden izé, Éva öltöző ajtója kicsattant, azt mondja, gyere, hova? Azt mondja, te mondjam, öltözzek, ne öltözz, így, ahogy vagy. És úgy, kígyóbőr, Jackie jelmez, ő is jelmez be, gyere, bemegyünk a fiathoz. Lényeg az, hogy az esti előadást már úgy játszottam, hogy láttam a fiamat. Úgyhogy azt hiszem, az volt életem legboldogabb előadás. Istenem. Máshogy játszottál, szerinted? Igen, dekoncentráltabban. De jó, ment. Hát Rutkai Évával nem lehetett csak idézője, most nem magamat habozom, de csak jól lehetett játszani. Ő egy olyan színésznő volt, hogy egyszerűen nem lehetett, maximumot kellett mellette nyújtani. Miért? Ezt mivel ért el? Azzal, hogy ő is a maximumot nyújtotta. Mindig. Tehát egy olyan színvonalon játszott, ami alá hát nem volt szabad menni. Illetve hát, ha valaki nem bírta, akkor... Szóvá is tette? Ha észrevett egy kis linkséget, egy kis linkség, mert ilyen meg pláne nem volt linkség. Szóval az érdekes dolog, hát hogy kiket osztottak mellé, az sem mindegy. A dolog ott dől el, hogy ki mellé osztanak. Ugye, mert bocsánatot kérek, egy kicsit slendrián fogalmazására, hülye színész azt hiszi, hogy az a jó neki, hogyha egy gyenge kollégával játszik, mert akkor kivirulhat, kivirágozhat. Szó nincs erről. Csak egy színésznek az a jó, ha a partnere is jó. Tehát kapja vissza a labdát, és akkor tud építkezni. Na mindegy, csak ennyit erről. Éva egy csoda volt. Engem például ez nagyon izgatott, hogy egy független társulat után, amire egyébként nagyon büszke vagyok, de kifejezetten vonzott vagy izgatott az, hogy mit jelent fönnállni egy ekkora színpadon, ennyi embernek játszani, és hogy érvényesen tudok-e ott működni, és hogy más közegben, más impulzusokkal, másfajta gondolkozású rendezőkkel tudok-e együtt dolgozni. De gyomorgörcsöm... Maximum attól volt, hogy én megfelelő vagyok-e ide, vagy azoknak az embereknek, akikkel együtt játszok, tehát a kollégáimnak. Ez mikor dőlt el a fejedben? Hogy igen? Hát ez nem dőlt még el. De eljókor én válaszolok helyette, eldőlt, idevaló, közénk való. Ez köszönöm és szépen, nagyon, Luki. Nagyon, nem bókolok most neked, pláne Barcelonásnak, de én nekem három darabban volt idáig alkalmam a Szabival együtt játszani, és az ember igazán ugye színészet közben ismeri meg a kollégát, a minőségét, a színészi talentumát, az emberségét, azt már régebben tudtam, de mind a három darabban
olyan a Szabi, hogy... Hogy jó. Én azért feszülök ezen, tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez örökre így marad. Tehát, hogy nem tudom, hogy segít-e az nekem, hogy én azt fogom mondani, hogy na, most beérkeztem, most ott de vagy a szerep. Nem jön el. Mert akkor hova tovább? Igen, vagy akkor sőt, hova? Ahogy öregszünk, és te is öregszel. Hát sajnos nem visszafelé. Igen, hát én emlékszem, hogy tavaly óta is mennyit öregettél. Látszik, hogy rámadulás. Szóval ez a bizonyos átkozott felelősség ez egyre. Viszont te, Luki, semmit nem öregettél. Jaj, köszönöm szépen. És ezt most komolyan. Nem rossz csapat az a Barcelona. Azt mondod, hogy a felelősség egyre nő? Persze. És önmagad felé. Tehát ugye szokták mondani közhely, de csak gyorsan vezet, hogy ó, hát ez már egy vérrutinié, hát ez már nem izgul. Hát én láttam a Páger Antalt egy második a Szolnesz építőmester, vagy nem is tudom már hirtelen, hogy melyik második előadáson színpadra lépés előtt. Hát, mint egy harmadéves főiskolai hallgató úgy, hát mondjuk remegni nem is remeget, de jött, sétált, nézett, figyelt, szóval fantasztikus. Azért, mert ez fontos, hát, nem? Bocsánat, hogy szabadba vágok. Tehát, hogyha nem izgulna az ember, akkor lehet, hogy... Most nem arról az izgulásról beszélek, ami szétszedi a koncentrációt, tudsz beszélni, hanem egy egészséges izgatottság, inkább így hívnám. Neked volt egy emlékezetes szövegkimaradásod, ugye? De onnan tudod, volt egyébként. Volt... Én se tudom. A Szkéné Színházban. A Szkéné. Írtunk egy zenés darabot, és akkor én feleltem a zenéért az előadásokban, ez még a K2-s korszak, és hát ott volt egy dal, amit tulajdonképpen saját magamnak írtam, én Árpád vezér voltam, ez egy 3 felvonásos egyébként, nagyon szerettem ezt a dolgot csinálni, és a nézők is nagyon szerették, és hú, egész nap valami, nem stressz volt rajtam, de hogy valahogy mintha nem lettem volna ott jelen, vagy valami egészen más zaklatott, azt hiszem valami pénzügyi dolog. És hát odaálltam, jött a dalom, Lovas Rozi mellettem, egy ilyen szerelmi jelenet, semmi nem történik, csak egyedül énekelek, és jön a refrén. És ez ó magyarul volt, és nem jött. Na abba improvizál az ember, ó magyarul. Hát megnyílt alattam a föld, többször is. Én teljesen komolyan azt gondoltam, hogy itt én most ezt abba hagyom. Tiszta szívből, mármint hogy a színjátszást. Mert azt gondoltam, hogyha valaki ilyet vét, ráadásul egy olyan dalban, amit saját magának írt, akkor ez valami akkora probléma, akkora, annyira nem illek erre a pályára, hogy itt abba fogom hagyni. És konkrétan egy hónapig az volt, hogy én ezt tényleg meg fogom tenni. Mondtad is kollégáknak, én vagy gyerekeknek? Mindenkinek, fejezzel? Az összes kollégának, sőt, nagyon sok embernek otthon is mondtam, hogy nekem ez így úgy tűnik, hogy nem való. Szóval az egy borzalmas, rettenetes szituáció volt, és hát nyilván mások könnyedebben fogták fel, hátul ordítva nevettek rajtam. Az még plusz rám rakott egy tehet. Úgyhogy, de ez az a fajta szövegkimaradás volt, hogy minden néző számára nyilvánvaló volt, hogy itt blokk van. És képzeld el, hogy megkérdeztem több ismerősömet, aki nézte, és mondták, hogy nem vették észre. Hát mondtam ám én ott szarvasok kinnyától elkezdve mindenfélét próbáltam, de hát nagyon kínos volt, de ők azt mondták, hogy nem vették észre. De lehet, hogy csak jó fejek akartak ám lenni. Te mondd is, amikor egy fiatal színész takarítónőt alakít, és lerepül róla a papucs, és fejbe rúgja a nézőt, Úristen. Akkor mit csinál? Mert hogy veled ez is megtörtént. Úristen, ez Szegeden volt. Hú, igen, egy takarítónőt játszottam. És az volt, hogy össze kellett sepernem különböző képeket egy klumpában, és hát nyilván egy ilyen rossz mozdulattal így belerúgtam egyet a klumpába, de tényleg az a fapapucs, tehát az a brutális nehéz cucc, és hát látom ám, hogy repül a papucs. Ki tudja, hol áll meg. És hát egy nézőt talált el. Hát megálltam. Na, pedig az nem olyan darab feltétlen, ahol így meg lehetett állni, és
Hát így próbáltam valamit kommunikálni, hogy jól van-e, vagy nincs jól, de jól volt, hála Isten. Úgyhogy mentünk tovább, nem történt probléma. Hát ez nagyon kínos volt. Veled volt olyan, hogy nem azt mondom, hogy meg kellett akasztani egy előadást, de volt egy pár másodpercnyi szünet, mert azt mondtad, hogy hello, itt valami nagy rendellenesség van? Hát ilyen fajta... Papucs nem repült. Effektív, konkrét tárgyal való talál, az én tárgyam a néző fejéhez, vagy ilyesmi nem történt velem. Olyan történt, hogy a Szilvia, volt egy olyan darab Szilvia címmel, azt hiszem 8 évig játszottuk. A kutyára szólt. A kutya, igen, igen. És annak a nyilvános főpróbáján, ugye egész előre, nagy színházban itt játszottuk lent, egész előre volt hozva a színpad, előre volt tolva, és az egyik jelenetnél, ami egész ott elől zajlódott, megcsúsztam, vagy mit tudom, és leestem oda az első sor elé. Tehát ahogy így most ülnek, mint hogy a lábukhoz oda lezuhantam volna. Most nem fogok, mert innét nehéz odazuhanni. Szóval az egy félelmetes dolog volt, meg kicsit rosszul is estem, és a bordáim közé szorult a levegő, tehát még levegő bement ide, ez egy nagyon kellemetlen dolog. Szerencsére légmellem nem lett tőle, de akkor le is állt az előadás. Mert akkor fölsegítettek, hátravittek, egy kicsit masszírozgattak, adtak egy algopirint, és akkor folytatódott a dolog. Tehát itt nem a papucsom repült, hanem én repültem le. Azt lehet tudni, hogy miért Kaposváron végezted el a színművészetet, itt miért nem itt Pesten? Abszolút lehet tudni. Hát ennek van egy nagyon praktikus és egyszerű, akkor hogy nem vettek föl. Hányszor próbálkoztál? Kétszer próbálkoztam. De rossz is voltál, vagy valami nem működött? Én azt gondolom, hogy felkészületlen voltam. Uh-huh. Ezt teljesen tisztán tudom mondani. Mind a kétszer valami... Vagy az volt, hogy nem láttak belém többet, viszont nem is készültem fel eléggé, és zavarba is voltam, nem tudtam ezt a stresszt valahogy a jó felé fordítani, és én kaposvári vagyok, és nem akartam hazamenni, mégis úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek, megpróbálom, és ott pedig akkor elsőre felvettek. Egész egyszerűen ennyi az oka. Nyilván... Hogy mondjam, nem tudom, lehet erről beszélni. Szerettem volna Pestre jönni, de most már egyáltalán nem bánom, hogy ott voltam. Téged negyedszerre vettek fel, ugye? Miközben, ha volt ilyen fix befutónak számító ember, előzetesen, azt te lehettél. Tehát mindenki azt hitte, hogy a Lukácsot elsőre felveszik. Ilyen logika mentén te háromszor valamit elrontottál? És akkor még nem volt Kaposvárod főiskola, tehát nem tudtam azt mondani, hogy innen kirúgtak, akkor megpróbálom Kaposváron. Na mindegy, hát mindegy, igen, igen. Hát előbb már egy 10 perccel ezelőtt, vagy 4 órával ezelőtt beszéltünk arról, hogy a mi teljesítményünk nem konkrét. Tehát a felvételi bizottságban ott ülnek, mit tudom én, 5-en, 10-en, és akkor ott szavaznak. Hát engem mindig egyel több szavazott ellenem, mint rám. Ez 3 alkalommal így történt. Meg hát nem tudom, Kaposváron ott is 3 vizsga van? 3-szor kell menni? 3, igen. 3. Tehát akkor ugyanaz a metodika. Én először az elsőn kirúgtak, másodszor a másodikon, harmadszor a harmadikon, amikor már küzdött voltam a küszöbnél. És akkor negyedszer vettek föl. Ha nem vesznek föl negyedszer, gondolkodtál ezzel, hogy mi van? Hát akkor elmentem volna vidékre színésznek. Hát így is azt csináltam, mert az első sikertelen felvételi után a Kazimír Károlyhoz elmentem a Paula Hede utcában, akkor ott volt a Kazimír féle Tália színház, oda elmentem segédszínésznek. Belépti díjas segédszínész, ez volt beírva a személyimbe. Alig vártam már, hogy végre egyszer igazoltasson egy rendőr. És akkor mutattam, segédszínész. A segédet próbáltam egy kicsit lehalványítani. Talán még jót is tett, hogy csak negyedszerre vettek föl. Hát így utólag egy ilyen pálya után mondja, vagy pálya közben mondja az ember mindezt. Tehát téged 3-szor hívtak tanítani is, ugye, a főiskolára? Igen, igen. És nem mentél? Nem, mert nem vagyok egy pedagógus alkat. De mi hiányzik belőled? Én...
szóval, hogy mondjam, a nejem is mondja, Zsanyika, te nehogy Isten, te nem, nem szeretek borsóra térdepeltetni, nem szeretek felelősségre vonni embereket, letolni, meg unom, én unnám a tanítást. Amikor a negyedik málészájúnak mondod, azt mégse tudja megcsinálni, az ötödikre már elunnám. Ez az ő igazság. Én unom. A pedagógusnak rettenetes nagy birka türelmének kell lenni, amit én nagyon tisztelek. Tisztelem a pedagógusokat. Hát nekem is kiváló tanár voltak, rosszak is, de volt, kiváló tanáraim voltak. Nélkülözhetetlen a türelem. Na ez nekem, ez belőlem hiányzik, ez nem, nem. Nincs. És ezért azt mondom Szabiéknak is, meg minden, hogyha bármi olyan gond vagy probléma van, amiben ez se feltételezik, hogy tudok egy körömpiszoknyit is segíteni, nyugodtan szóljanak, leülünk, iszunk egy kávét vagy egy sört, és fehér asztalnál mire megbeszéljük. Nem a katedráról mondom el a dolgot, hanem haverilag. Nem, de ez, de ilyen pali vagyok. Nem? Szabadon foglak. Jó. Jó, már a műsor után már kérdezhetsz. Jó, hogy egy reálos is mondhat jókat. Abszolút, persze. Igen, igen. Te éltél bármikor ilyen lehetőséggel, hogy idősebb kollégát félrehívtál és megkérdezted, hogy én itt most elakadtam? Hú, nem nagyon. Én nagyon önfejű vagyok, és egészen addig, amíg, nem tudom, ki nem dőlök, addig megpróbálom a saját fejemből megoldani. Ez fafejűség is, de nagyon sokszor segít, szóval minden tisztelettel és alázattal az idősebb kollégák felé azt gondolom, hogyha én valamit nem tudok, meg lehet kérdezni, de lehet, hogy inkább elvisz valamilyen irányba, és nem tudok tovább gördülni a saját vonalamon. Most, ahogy beszélti, közben eszembe jutott, hogy valamit kihagytam, hogy még milyen ok miatt nem mentem, bár tényleg háromszor hírtek. Hát én, ugye van egy ilyen rossz szokásom, hogy írogatok is. Tehát az a szabad idő, amit a színészet hagy, vagy enged, azt én hát írással töltöm, és abszolút nem alá fölé, hanem mellérendelt viszonyban áll nálam a... Mellérendelt viszonyban? Abszolút, igen. Mióta? Hát ez a 9. kötetem most, amelyik megjelent, már elég régóta. Elég régóta. Tehát, ha azt kérdeznék tőled, most egy ilyen játékos felvetés, hogy nem tudom én, Oscar-díjat kap színészként, vagy irodalmi Nobel-díjat, nem tudnád dönteni? Hát azért tudnál. Nem? Hát ezek olyan magasra tetted a lécet, hogy egyelőre csak átbújok alatt. Ne, tényleg most a mellérendelést úgy értettem, ahogy egyformán értékelem a dolgokat, de na, most nem mondok többet. Na, mondja! Nem tudunk titkot tartani. Van úgy, hogy most már néha az írás jobban esik, tehát több boldogságot, vagy örömet, vagy kielégülést okoz, mint a színészet. És ez szerinted miért van? A jó ég tudja. Hát ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Hát ugye, mint színész, állandóan, hogy mondjam, mindig emberek között vagyunk. Még egy monodrámán se vagy egyedül, mert ott a rendező, a súgó, a kellékes, a díszítő, a nem tudom én ki. Tehát egy örök toleranciában, alkalmazkodásban kell a színészi munkádat folytatni. És igazán soha nem vagy a magad ura, mert alkalmazkodni kell próbakezdéshez, időrendhez, rendezői elképzeléshez, stb. Ha írsz, akkor teljesen a magad ura vagy. Ha hajnalba fölkelsz, eszedbe jut valami, skribálhatsz, csinálhatod, úgy osztod be a napodat. Szóval ez egy fantasztikus szabadság, az alkotásnak ilyen nagy szavakat használok, annak a szabadsága, és... Nem esel szét tőle? Nem, pont, hogy nem. Pont, hát... Hogy nincs beosztva a napod, az nem zavart? Nem, nem, mert hogyha sikerül 3 jó sort leírni, az már megérte. Uh-huh. Tehát nagyon
tudja értékelni az ember azt, hogyha valami sikerül. Uh-huh. Ez is nagyon érdekes, hogy egy izgalmas kaland egy versnek az írása. Van, amikor egy hónapig elküszködsz rajta. Valamikor meg kiugrik. És van, amikor meg kiugrik, kijön egybe. Szóval ez egy hallatlan izgalmas feladat. Nem lehet, hogy a színészet, most már 51 éve, ugye, ha jól számoltunk, hogy egy picit, lehet, hogy nem jó szó a belefásulás, de az alkalmazkodási kényszer, a rutinok összessége egy kicsit az embernek eltompítja. Nem a színészetbe fásul bele az ember, hanem a munkakörülményekbe. Tehát azokban, hogy amíg eljut oda, hogy tied a színpad, és megy az előadás, tehát... Az már a mámon része. Amíg eljut a minőségig, tudod, amíg ami az alatt történik, az a rengeteg alkalmazkodás, sok részsikertelenség, stb. És mi van akkor, hogyha nem megy, Luki? Tehát akkor... Az írás? Vagy a színház. Tehát engem mindig az érdekel, hogy hogyha megy, hogyha sikeres vagy, akkor nem értem, de hogy mi van, hogyha baj van? Nem lehet úgy élni, hogy kiszűröd a bajokat. Bajokra mindig kell számítani. Igen, a színházban, hogyha nem megy, nem érzed magad tehetségesnek, nem működsz. Hát akkor, tehát volt már olyan, hogy emiatt leállt egy próbafolyamat? Dehogy is. Ment tovább. Be lett mutatva minden. Szóval írásnál meg nincs ilyen. Ha írásnál nem jön meg az a sor, nem jön meg az a befejezés vagy indítás, akkor nem jön meg. Addig, amíg nem jön meg, addig nincs kész a vers, nincs kész a mű. Színpadon nem lehet ilyen, tehát ott megvan a premier ideje határozva. Keretek között vagyunk. Meg ez lehet, hogy stresszmentesebb, nem? Végül is igen. Hát, ha már csak ezt a dolognak ezt a részét nézzük. Igen. Neked van olyan részterülete az életnek, ami mellé rendelődött, vagy mellé rendelve áll jó ideje akár az életedben a színház mellett? Mír olyan fontossággal? Igen, én annak idején, amíg csináltam a K2-t, addig az előadásokhoz én írtam vagy az instrumentális, vagy a egyéb dalokat, kórusműveket, stb. És az nagyon-nagyon fontos nekem, kifejezetten jól érzem tőle magam, hogyha csinálhatom ezt, sőt, végeztem is zeneiskolában, szóval van ehhez egy papírom is. Ez egyértelműen igen, sőt, készülök egy saját dologgal. Volt nekünk egy színészzenekarunk, a Bekvárt, ezt így hívták, Bánfalvi Eszter Kvártet, csak a Bánfalvi Eszter nem volt benne, de hát az most szűnt meg. Most volt a búcsú koncertünk, amit én nagyon szerettem, és most készült egy új lemezünk is, egy búcsú lemez, amit egy búcsú koncerttel összekötöttünk. Ennél nagyobb hülyeséget nem is lehet elképzelni, hogy kiadunk egy lemezt és megszűnünk, de ez így történt, úgyhogy azon is írtam 3 dalt. Szóval van bennem egy törekvés, hogy dolgozzak dalokon. Engem, mint a dal forma kifejezetten érdekel. Ott elégedettem vagy saját magaddal? A béli minőségedben? Képzeld el, hogy egy kicsit igen. Egy kicsit igen, de ott is szöszmötölős vagyok. Tehát amikor a stúdióban vagyunk, a többiek megőrülnek már, hogy miért nem lehet arra azt mondani, hogy rendben, oké. És én mindig azt mondom, hogy ott még azért egy picit. Tehát ott is szeretem ezt, hogy hát szeretném, hogy a lehető legjobb legyen. Ez perfekcionizmus, vagy a félelem a folyamatos hibázástól? Hát inkább a második. Inkább a második. Igen, igen. Illetve hát most jön egy, ezt talán még nem is mondtam a Lukinak, egy következő szerep az életemben, mert hogy születni fog egy gyermekem. Bizony, igen. Fél időben vagyunk. Tudod már, hogy fiúcska vagy? Egy fiú lesz. Fiú, és hát nagyon nagy boldogsággal és... Hát félelem is van bennem, de közben elsöpri, elmossa a boldogság ezt az érzést, úgyhogy május elejére várjuk. Ami hát egy hatalmas szerep, de... Jó, de kocintunk együtt. Hát nyilvánvaló. Még lehet, hogy Lukács Sándor fog az autójával elvinni 2 előadást. Tényleg, az milyen jó volt. Jelmezbe. Igen. Azt mondod, hogy félelem van benned. Magánemberi félelem ez? Tehát a felelősségtől való
jedelem, vagy úgy összességében, társadalmi szinten, hogy ja Istenem, mi lehet itt majd, milyen világot hagyunk? Egyértelműen érzek egy ilyen társadalmi nyomást is, hogy mondjuk, hogy van, tehát a nagykönyvben meg van írva, hogy ilyen egy apa. Én biztos, hogy nem ilyen leszek, és nem is ragaszkodom ehhez. Miért milyen egy nagykönyvben megírt apa? Én szerintem felelősségteljes, nagyon keveset hibázik, mindig szeret, mindig megcsinálja a reggelit, illetve akkor ér haza, amikor kell, és akkor fekteti le a gyereket, amikor kell. Na most ott kezdődik, már, hogy egy 7-től 10-ig. Kifolyólag, igen. Tehát... Egyébként itt gyorsan bekapcsolódok, mert nálunk is, mikor az én fiam született, hát akkor ugye 70-es évek, hát akkor tévéjátékok, tévéfilm, a tévé aranykora volt ez egy színésznek. Tehát amikor reggel elmentem, még aludt, amikor este hazajöttem, már aludt. Úgyhogy most, hogy 2,5 éve megszületett az unokám, és pont ez a szörnyű Covid dolog volt minden, tehát nem játszottunk, otthon voltam, mondtam is a fiamnak, hogy most azt az időt, amit veled elmulasztottam, azt most a fiadon bepótolom. Tehát ugye nagyon keveset voltam a fiammal, mint kisfiú, hát már ez szegény nejem volt vele végig reggeltől estig. Én mindent meg fogok tenni, hogy vele legyek tényleg, nekem persze, ez nagyon hát... fontos. Szóval önmagában ez a... önmagában ez... Hát te megfogsz csak, ugye? Igen, hát de én is meg akartam, mert azt a picik időket, ami volt produktív idő, azt próbáltam én is produktívan eltölteni vele, de nagyon kevés volt, mert próbáltam délután rádiófelvét, hát tudod, hát este előadás. Szóval nem tudtam eleget, annyit vele lenni, amit egy jó apa től a gyerekének. De Szabolcs, ha egy olyan alkat vagy, aki folyamatosan a csillagos eget célozza meg, és folyamatosan hibát vesz észre saját magába, az nem fog folyamatosan elégedetlenkedő édesapa lenni? Mármint önmagával? Igen. Akkor hol marad majd az önfeledtség, meg az öröm? Lesz azért, rendre lesz. Szerintem lesz. Tehát ezt nem betegesen képviselem, de ezt jól látod, hogy elégedetlen alkat vagyok, és biztos, hogy nem lesz, vagy nagyon ritka lesz az olyan, hogy jól neveltem. Ebben a 3 órában úgy felneveltem. De amennyit tudok, bele fogok rakni. És ezt most itt megígérem. És ezt rögzíti a több kamera. De szerinted ez egy régi művészek közt terjedő kérdés, hogy élet vagy alkotás? Tehát, hogy a kettőt együtt lehet-e tökéletesen művelni? És nagyon csóváltad a fejed, amikor a jó apaságról beszéltünk, hogy tényleg lehet-e az embernek maga mögött hagyni egy tökéletes életet, ha alkot is? Vagy egy tökéleteshez közelít. Mi az, hogy tökéletes? Igen. Bocsánat, hogy belevágok. Ne arra, hogy tudom, hogy a Lukinak... Nincs olyan, hogy tökéletes. Vagy hát kinek erre gondolja akkor, hogy nem lehet tökéletes apának lenni. Igen, én ezt értem. Mondjuk egy igény van szerintem minden jó érzésű emberbe arra, hogy a lehető legtökéletesebben próbálja a dolgait intézni, de hát ezt eleve úgy kell, hogy megpróbálom. Hát tényleg az a tökéletesség fogalma, hát azt hiszem, hogy a hívőknek mondom, a jó Istenen kívül tökéletes lény nem nagyon van. De hogy az egyik részterületnek mindig lesznek áldozatai, nem? Egy férfi esetén is, ez nem kell anyukának. Igen, vagy igen. Mind a hát a szerencsétől, a sorstól nagyon sok függ, a csillagzatok állásától, nagyon sok minden külső körülményektől. Szóval ahhoz, hogy valami bejöjjön szakmailag is, magánéletileg is, általában mindenileg bejöjjön, az nagyon ritka. Te számolsz azzal, hogy a karriered adott esetben időnként lehet, hogy megsínyli majd az, hogy apa lettél? Nemet kell mondani valamire, úgy döntesz, hogy inkább ezt a próba folyamatot nem vállalom be, ott akarok lenni az altatásnál. Bennem ez egy nagy feszültséget kelt egyébként, ez amit most mondasz. Azt hiszem, hogy most áldozatokat kell hozni. Ez nyilvánvaló és egyértelmű, de bennem ez tényleg egy frusztrációt okoz. Ezt majd meg kell oldanom magamban, és ahogy előre megyünk, ahogy majd megszületik, és rendeződnek a dolgok, természetesen valahogy valamiféle egyensúlyt kell teremteni, nem fog menni. Nem fog menni, viszont valamiféle kegyetlen
kegyetlenül kell hozzáállni magunkhoz. Tehát akkor viszont fel kell kelni reggel 6-kor, amikor tudsz a gyermekkel lenni, akkor vele leszel. Viszont a melódat is meg kell csinálni, és ez nekem ugyanolyan fontos. És ezt valahogy nem tudom, hogy lehet-e egy szintbe hozni, de az 100%-ig biztos vagyok abban, hogy azt valahogy arra kéne törekedni, azt kellene elérni, hogy mind a kettőre ugyanannyi idő jusson, de tudom, hogy nem fog menni, viszont ezért harcolni kell. Én azt mondom neked, az élet ezt lerendezi. Lerendezi. Nem csak nálunk van ilyen probléma. Világos, persze. Szépen majd az arányok kialakulnak, és hát nem mindegy a feleséged munkája, hogy ő mennyiben tud ebben neked segíteni. Nekem baromi mázlim volt, mert most tudom, hogy közvetíti a tévé, és ezt a nejem is fogja hallani, de tényleg fantasztikus idézőjelben mondom, a munkát végzett, de inkább azt mondom, anyai hivatást végzett el a feleségem ebben a nehéz időszakban. Én bízok a szerelmemben. Na, hát már így most van, ez az. Ezt szerettem volna. Büszke vagyok rá. Jó van. Ő szakmabeli egyébként, vagy egész más pályát választott? Ő szakmabeli. Szakmabeli. Hát akkor ott is lesznek azért majd karrierbéli lemondások. Náluk ilyen dupla nehézség, de mondom, szépen ez ki fog alakulni, hidd el, Szabi. Bízom benne. Hallottam egy megrendítő történetet, te mesélted. Amikor megszületett a fiad, odalépett hozzád Kálmán György. És gratulált a fiadhoz, és te összeszedted a bátorságot, és megkérdezted tőle, hogy nem gondolta arra, hogy neki legyen családja. És egészen megrendítő választ mondott. Elmeséled azt nekünk? Amikor először észrevette magán, hogy az agya már nem tud úgy működni, ahogy az ő igényei és a szerepeknek a mennyisége megkívánja, rögtön szólt, és azt mondta, hogy kérem, leteszem a lantot, és csak rádiót és szinkront vállalt. Tehát egyenesben, mert ugye félt attól, hogy megtörténik, ami veled a dal közben. Igen. Na mindez, szóval Gyuri élete végén már, Isten bizony, nem is tudom, hogy 60 körül volt ő, végül is fiatalon, hát ma az nem egykor. És ült a rádióba, sajnos nagy dohányos volt. És amikor meglátott, gyere ide egy pillanatra, mert így beszélt. Mondom, igen, csak késésbe, le van szarva, gyere ide. És akkor oda mentem hozzá. És mondott valamit, ami akkor neki nagyon fontos volt, és mivel én nekem már akkor a fiam, tehát friss apa állapotban voltam, én is elmondtam neki a számomra akkor legfontosabb törvény, mondom, itt a fiam, a megfelelés, és akkor tényleg egyszer úgy megkérdeztem tőle, de csak olyan érintőlegesen, hogy ha te esetleg, neked nem fordult soha elő az eszedbe, hogy esetleg lesz egy utódod, vagy mit tudom. És akkor egy nagy szünet következett, egy óriási sluk a cigarettából, és valami ilyesmit mondott, pontosan persze nem tudom idézni, de nekem épp elég volt anyám és apám elvesztése. Tehát magyarul azért nem is házasodott meg, mert félt attól, hogy azt, akit szeret, akire az életét rábízza, akire az utol, hogy az azt elveszti. Tehát meg akarta előzni ezt a traumát. Olyan erős volt benne ez az érzés, hogy egyedül fogok maradni, Isten ne adja, hogy a fiamat is elveszítem, tudod? És ez tényleg olyan mélyen megütött ott engem, mert közben nagy poéncsősz is volt, szóval szeretett ilyen blazírt humora volt, tudod? De láttam, hogy itt nincs humor. Itt kőkemény igazság van. Sok ilyen kollégát láttál? Nem. Sokat nem láttam. De olyat, aki... Lehet, hogy az nagyon csúnya szó, meg erőszakot kifejezés, hogy a szakmába menekült. Vagy ez adott neki egy védőburkot. De azért tudunk olyanokról, akiknek a színház mindenek felett állt, és mondjuk úgy, hogy a magánéletében kevesebb örömforrás jutott neki osztály részül. És ez lehet, hogy tudatos vállalás volt. Is szerintem, szóval ezt se lehet előre eldönteni, hogy kinél hogy alakul ez a helyzet.
Egy biztos, hogy nagy ellentmondásos életekről tudunk, hogy valaki káprázatos karriert futott be, és hát a magánélete az meg romokba hevert, ugye? De van, amikor a kettő találkozik nagyon ritka. Igen, nagyon ritka. Ha már ezt csináljuk, akkor csinálni kell. Csinálni kell, és te kaptál is idén egy díjat, a legjobb beugrónak járó díjat. Én tanúja voltam, hogy milyen jó rúgó. Elképesztő történeteket hallani, hogy milyen könnyű kézzel oldasz meg nagy feladatokat. Látszólag könnyű kézzel, aztán lehet, hogy belül belehalsz. De hogy ezek azért nem olyan hárommondatos szerepecskék, szóval ez kemény játék. Valóban én magam is meglepődtem magamon, hogy ez nekem úgy megy. És minden egyes beugrásnál azt gondoltam, hogy de hát ez nem fog menni. Aztán amikor megcsináltam, akkor végül is ment. No, de várj, amikor először fölhívtak, vagy másodszor, akkor mondhatja azt egy színész, hogy nem létezik, hogy én beugrok ma este. Igen, mondhatja, viszont engem közben, miközben azt mondom erről, hogy iszonyú nehéz, nagyon izgatott ez a feladat. Mely része? Az, a kiszámíthatatlanság? Igen, ezek engem... Meg ezek a megoldhatósága is. Igen, nem? Feltüzelnek, ez ad nekem egy adrenalint, amit én nagyon szeretek. Például a Diktátornál, ahol délután 3-kor vásároltam egy élelmiszerboltban éppen húslevesnek valót, hát elhatároztam, hogy hát akkora húslevesezés lesz otthon, hogy az... És hát akkor hívtak. És akkor este 7. Tehát ilyen 3 óra körül, 3 óra fél 4 körül, hogy akkor este 7-kor szövegkönyvvel a kezembe akkor csinálja meg, és engem ez megijesztett, de közben inspirált, feltüzelt, adott egy, valahogy azt éreztem, hogy ezt nekem meg kell oldanom, hogyha én ezt nem tudom megcsinálni, vagy legalábbis nem próbálom meg, akkor becsapom magamat, vagy hazudok magamnak, vagy akkor nem állok meg magam előtt. És tényleg sok volt, és valahogy mindegyik valahogy úgy sikerült. Azt nem tudom, hogy jó-e, de megcsináltam, és ez adott egyébként önbizalmat is adott nekem, de közben persze a következőtől ugyanúgy féltem. De itt több elégedettség érzést tudtál leszüretelni, mint amikor nem beugróként voltál jelen, ugye? Talán egy kicsit igen, meg van ilyenkor egy olyan attitűd az emberen, hogy igazából nem tud hibázni. Hát mert nem teszed önnön magad számára olyan magasra a mércét? Igen, mondhatni, igen. És ezek aztán egyébként tényleg egy felemelő érzés a végén, hogy ezt meg tudtad csinálni, hogy képes voltál erre. De ezek engem mindig izgattak, ezek a kiszámíthatatlan helyzetek. Jól is improvizálsz ebből fakadóan. Képzeld el, hogy én ezt... Ezek nem álnaivságok, amiket mondok, hanem hogy tényleg valahogy így van bennem, hogy nem tudom, hogy tudok-e. Nem tudtam, hogy tudok-e. Egyébként volt 2 est már, most voltam szilveszterkor este, meg előtte még valamikor, ami mind a kettőt nagyon szeretem. A Pesti Színházban lesz, ami lesz, így van. Nagyon szerettem, és jól éreztem magam is valahogy, amit én mindig keresek, amiért én ezt csinálom, tehát, hogy a játék öröme, hogy játszhatok. Valahol tényleg nyilván egy ilyen gyermeteg ember vagyok, de az, hogy játszhatok, és egyébként az improvizáció, ez abszolút teret ad ennek. Amikor fölhívtak téged a színházból, hogy be kell ugrani eddig, volt olyan, amire nemet mondtál beugrás címén? Nem mondtam nemet. Soha. Nem, nagyon ritka esetben mondanék nemet. Tényleg azért, mert izgat. De... Biztos lesz olyan szituáció, amikor majd azt fogom mondani, hogy nem. De lehet, hogy neked kötélből vannak az idegeid, nem? Nézd, én biztos, hogy nem mernék ilyet elvállalni, ha az ország, nem tudom, legjobb színésze lennék se. Annyira bizonytalan. Nagyon bizonytalan, és... De én nem, valahogy nem így állok hozzá. Volt már úgy olyan beugrás, ami tulajdonképpen jól esett. Nézi ezt a színház vezetése is, lehet, hogy most már folyamatosan fog csörögni a telefonon. Beszélek majd a Rudival. Ugye jól sejtem, hogy te nem vagy az a kifejezett beugróakat. Hát én meg pont az ellenkezője vagyok. Én egyszer ugrottam be, és talán ennek is tulajdonítható be. 1970... Még itten ülnek olyanok, akik nem is éltek akkor. Na mindegy, a 70-es évek közepén Valló Peti rendező első Vígszínházi, nagyszínházi rendezése volt,
A Bingo című angol dráma, ami Shakespeare-ről szólt. Most hirtelen Fej vagy írás, az volt a címe. Két nappal a bemutató előtt hívott föl a Várkonyi, illetve a Várkonyi titkára, hogy Sándor nagy baj van, a Gábor Koncgabi fertőző májgyulladást kapott, kórházban van, le van tiltva, és hát a premiernek meg kell lenni, és hát a Várkonyi. Ez mennyivel? Két nappal a premier előtt? Hát most azt most arra nem mernék meg, két vagy három, de háromnál semmi... Szabolcsnak a pulzus száma nem emelkedett volna meg három nap esetén. Dehogy nem, dehogy nem. Na jó, de hát ez tényleg egy, hogy mondjam, szóval ez egy olyan 15-20 oldalas szerep volt. És hát szegény Darvas, ugye, aki két hónapot végig próbált egy ilyen nagy szerepbe, hát ott borzasztó fontos volt neki ez a figura, mert tehát ezzel építkezett. Na mindegy, hát hátborzongató három napon volt, reggeltől estig kiköltözött a lakásomra a súgónő. Nem viccelek, kiköltözött, ott aludt nálunk, mert éjjel 11-ig tanultam minden. Na, nem részletezem, nem, végül is túl lettem rajta, de hát 10 évet öregettem. És én akkor elhatároztam, hogy többet nem is ugrottam be azóta többször. Ez szerinted minek a kérdés? Ez idegrendszer kérdés, alkat, hát nem vagyunk egyformák. A Szabinak van egy szerencsés hozzáállása, szerencsés vegetatív rendszere, ehhez nekem nincs. Hát, ha lesz kettőtök közt folytatása ennek a beszélgetésnek, ugye Sándor felajánlotta, hogy bármikor szívesen meghallgatja. Nem, meg én nagyon szeretném, hogyha, mert idáig is játszottunk már együtt, sőt a partiba, ott majd le is ütöttél a darab igen. végén. Hát ott, ugye az Real Madrid miatt. Igen, én nagyon bízom abban, hogy még az elkövetkezendő 30 évenben, amit ugye itt fogok tölteni, az alatt a Szabival egy klassz szerepet, szóval két olyan szerepet, ami egy darabba. Én pedig ugye nyitott vagyok erre. Na, tessék. Mert a címe is megvan, egy Reálos és egy Barcelonas. Tessék. Lukács Sándort és Horváth Szabolcsot látták volna. Na, lánunk. Köszönjük. 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 Köszönjük.